A KR Enneni Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály emberkereskedelem elleni osztálya látókörébe került tavaly egy olyan mezőtúri család, melynek tagjai a gyanú szerint több mint egy éve magyar állampolgárságú anyagi, egészségügyi és szociális körülményei okán kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatal nőket szerveztek be saját lakókörnyezetükből svájci prostitúciós munkavégzésre. A KR Eneni a felderítésben együtt működött a Nemzeti Védelmi Szolgálattal. Az R család férfi tagjai érzelmi függőségi viszonyt, szerelmi kapcsolatot alakítottak ki a sértettekkel, és így vették rá őket a prostitúciós tevékenységre. A fiatal nőket kiutaztatták Svájcba, ahol főként Bern, Luzern, valamint Zolikoffen település bordélyházaiban nyújtottak szexuális szolgáltatásokat. Mindezt az elkövetők szoros felügyelete alatt. A sértettek ellenőrzése hol személyesen, hol telefonon zajlott. A szexuálisan kizsákmányolt nőket az R családtagjai folyamatos munkavégzésre minél több ügyfél fogadására utasították. Egyúttal követelték tőlük az így megkeresett svájci frank mi hamarabbi hazaküldését. A keresetüket a nők nem tarthatták meg maguknak, bevételük nagyobb részét át kellett adniuk a családnak. A sértettek egy év alatt több 10 millió forintot küldtek haza, vagy adtak át az ercsalád család őket felügyelő tagjainak, akik azt saját, illetve családjuk megélhetésére fordították, illetve abból gazdagodtak bejelentett munkahelyjel és legális forrásból származó keresettel ugyanis egyikük sem rendelkezett. A KR enneni a nyomozás során eddig hét egyértelműen kiszolgáltatott helyzetben lévő potenciális sértettet azonosított. A gyanú szerint többen közülük még terhesen is dolgoztak. Az egyik sértetnek az R család egyik férfi tagjától időközben gyerekei született. És voltak olyan sértettek, akik egymást váltva voltak az ercsalád férfi tagjainak élettársai prostitúciós munkavégzésük alatt. A terhelő adatok beszerzését követően az emberkereskedelem elleni osztály nagyszabású akciót szervezett a családtagok elfogására. Ebben részt vett a KR különleges szolgálatok igazgatósága, bevetés támogató osztálya, a Jászanykon Szolnokvár vármegyei rendőrfőkapitányság, Tisza Megtó bevetési csoportja, a KR rendészségek, állománya, valamint a mezőtúri rendőrkapitányság munkatársa is. A 25 éves R. Brunót, a 30 éves R. Tibort és a 36 éves R. Melindát mezőtúri lakóhelyükön fogták el. A KR eneni nyomozói négy házban hajtottak végre kutatásokat. Ennek során lefoglaltak több mobiltelefont, számos feljegyzést és zálogjegyet, míg vagyon visszaszerzés keretében egy nagyértékű személygépkocsit, illetve zár alá vettek három ingatlant is. A helyszíni kényszerintézkedésekkel egyidejűleg a nyomozók az egyik címen találtak három olyan nőt, akik szintén az ügy sértetjei lehetnek. Őket is kihallgatták. Erbrunót, Er Tibort és Ermelindát az emberkereskedelem elleni osztály több ember sérelmére, szexuális cselekmény végzésére, a sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva, rábírással elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka büntettével gyanúsította meg, majd mindegyiküket bűnügyi őrizetbe vette, és a Jászhajkón Szolnok vármegyei főügyészségnél kezdeményezte le tartóztatásukat. A három gyanúsított terhére rót bűncselekmény büntetési 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyben a svájci társhatósággal kialakított, kétoldalú rendőri együttműködés révén további gyanúsítottak beazonosítása és kihallgatása is várható.